Míg a baloldali szocialista liberális kormányok mindig elvettek a családoktól, addig a jelenlegi kormány évről évre bővíti a családtámogatási rendszert, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn a Kossuth Rádió műsorában. Novák Katalin kiemelte, idén már kétszer akkora összeget fordítottak családtámogatásra, mint 2010-ben, így a költségvetés is pontosan tükrözi a kormány prioritásait. Az államtitkár az M1-en a családvédelmi akcióterv pontjait ismertette. Július 1-től lehet igényelni a babaváró támogatást, amely a fiatalok közös életkezdéséhez szükséges költségek fedezésére szolgál, 10 millió forintos hitel formájában. Ha pedig két vagy három gyereket vállalnak, akkor ezt az összeget részben vagy egészben nem is kell visszafizetni. Szintén júliustól lehet kérni használt lakás vásárlásához a családi otthonteremtési kedvezmény mellé felvehető kedvezményes kamattámogatott hitelt és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, valamint a jelzálog hitelek egy részének elengedését már a második gyerek születésekor, tette hozzá az államtitkár. A gyermekvállalási korban lévők bizakodva várják az új családtámogatások indulását, állapította meg a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért friss közvélemény kutatása, amelynek eredményét hétfőn jutották el az MTI-hez. A közlemény szerint az 18-45 éves ember megkérdezésével áprilisban végzett reprezentatív felmérés válaszadói egyetértenek abban, hogy a családvédelmi akcióterv pozitívan befolyásolja a magyar családok helyzetét. A válaszadók háromnegyede elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben igénybe veszi valamelyik támogatást, és több mint a fele tervezi, hogy a következő 5 évben gyermeket vállal. Mint írták, a megkérdezettek nagy többsége egyetért azzal, hogy az intézkedésekkel olyan segítséget kaphatnak a magyar családok, amely hosszú távon kiszámítható és biztonságos jövőt ígér számukra. A gyermekesek a 7 intézkedésből átlagosan 5,1-ről mondták azt, hogy javítja a családok helyzetét. A gyermektelenek átlagosan 5,2-ről nyilatkoztak hasonlóan. A pénzügyminiszter szerint idén is folytatódik a lakásépítések dinamikus bővülése. A magyar gazdaság teljesítménye és a meghozott kormányzati intézkedések szavai szerint megfelelő hátteret adnak az építőipar további növekedésének. Így a lakásépítések száma akár 20%-kal is emelkedhet az idén. Varga Mihály hétfőn Budapesten a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett lakásépítési adatokat értékelte. Kiemelte, az első negyed évben 3661 lakás épült Magyarországon, csaknem 8%-kal több, mint egy éve. A bővülést a családvédelmi akcióterv keretében kibővített otthonteremtési kedvezmény, a javuló foglalkoztatási és jövedelmi helyzet, az élénkülő hitelezés, valamint a kedvezményes lakásáfa is támogatta, mondta. Hozzátette, hogy az első három hónapban a fővárosban továbbra is kiemelkedő mértékben másfélszeresére emelkedett az átadott lakások száma, míg a kiadott lakásépítési engedélyek a községekben mutattak nagyon dinamikus 46%-os emelkedést. Magyarország az uniós agrárcélokat támogatja, de a bizottság által javasolt eszközökkel nem tud egyetérteni. A többi jelentős agrártermelő országgal együtt abban vagyunk érdekeltek, hogy a mezőgazdaság számára elérhető uniós források ne csökkenjenek, hangsúlyozta Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára az új közös agrárpolitika alakulása kapcsán szervezett konferencián Budapesten. A gazdasági növekedésben a mezőgazdaságnak kulcs szerepe van, amelyet az elmúlt időszak eredményei is bizonyítanak. A kormány agrárpolitikája ehhez igazodva továbbra is minden eszközzel a versenyképesség növelését, a rendelkezésre álló támogatások minél hatékonyabb felhasználását, illetve a források megőrzését, a gazdálkodók érdekeinek érvényesítését tűzte ki céljául. Kis Miklós a támogatási lehetőségek kapcsán a vidékfejlesztési program eredményeire és a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokra is felhívta a figyelmet. Emlékeztetett arra is, hogy az uniós pályázatokon forrás nyert gazdálkodók
A beruházásaik zömét várhatóan az idén valósítják meg, ami további szemmel látható eredményeket mutat majd a mezőgazdaságban. Vízjogi létesítési engedély nélkül is díjmentesen öntözhetnek a gazdák a tavasz és szárazság okozta nehézségek mérséklése érdekében, a rendkívüli öntözési célú vízhasználat részeként, mondta Nagy István agrárminiszter az M1-en hétfőn. Az intézkedést a szárazság miatt vezette be a kormány, a gazdák így külön engedély nélkül 1200 köbméternyi vizet használhatnak fel, mintegy 100 hektárnyi területen, legfeljebb egy hónapig, a tartósan vízhiányos időszakban, fűzte hozzá. Az agrárminiszter azt mondta, a tavaszi vetés növekedését nagyban nehezítette, hogy februártól áprilisig a sok éves átlagnál 40%-kal kevesebb csapadék hullott. A kormány ezért kiterjesztette az öntözési idényt, majd április 1-től elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot, a gazdák pedig ennek köszönhetően tudnak díjmentesen öntözni, idézte fel. Nagy István hangsúlyozta, a tavaszi szárazság okozta nehézségek mérséklődni látszanak, a hétvégén hullott csapadékkal, de az esőzés sem vett le minden gondot a gazdák válláról. Májustól díjmentesen érhető el az Asszály Monitoring hálózat online felülete. A vízügyi ágazat által kidolgozott vízhiány előrejelző rendszer az agrárium szereplői számára jelzi, hogy mikor kell vizet juttatni egy adott területre. A szárazság növényekre gyakorolt negatív hatásainak megelőzése érdekében, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint nagy az aszály kockázata, főként a klímaváltozás miatt. A vízhiányos időszakban mesterséges vízpótlással, az aszály azonban még elkerülhető. Éves szinten az aszálykár általában 40 milliárd forintra tehető. 2015-ben viszont mintegy 400 milliárd forint kár keletkezett emiatt a mezőgazdaságban. A gazdálkodók idén már 60 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt. Mindezek megelőzése érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság a KITEL ZRT-vel együttműködve még 2016-ban kezdte el az Asszály Monitoring hálózat kiépítését. Már közel 50 megfigyelő állomást helyeztek üzembe a leginkább vízhiányos alföldi területeken. A mérőállomások a talajt, illetve a növényzetet ért hatásokat mérik, példaként az adott területre hullott csapadék mennyiségét, a páratartalmat, illetve a talaj nedvességet és a talaj hőmérsékletét említették. A tavaly ősz óta tartó asszály Magyarországon a szamóca termesztést érinti a legkevésbé, ugyanis a termesztők öntözéssel pótolták a hiányzó csapadékot. Már a jövő hét végén megjelenhet nagy mennyiségben a friss hazai szamóca, amely ízletesebb az importnál. A kevés csapadékot leszámítva az időjárás ideális volt ősszel is és tavasszal is ahhoz, hogy a szamóca ültetvények megerősödjenek, így nagy mennyiségű minőségi termésre lehet számítani idén, mondta Apáti Ferenc, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. A húsvét előtti héten a több termesztő körzetben bekövetkezett lehűlés okozta fagykárok országos szinten nem voltak számottevőek, illetve abban reménykedik Apáti, hogy a következő hetekben sem alakul majd szélsőségesen az időjárás. Április közepén kezdődött a magyar szamóca hazai értékesítése, és a februárban érkezett spanyol és a márciusban és áprilisban importált görög áru nem zavarta a piacot. Május elején a hazai fóliás, majd a hónap közepén a hazai szabadföldi szamóca megjelenésével és értékesítésével eltűnhet az import. A szamóca szezonja június elejéig tart, ezt követően jelenhet meg a lengyel import. A hazai és a külhoni nemzeti értékek hungarikumok népszerűsítésének támogatására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözetkultúra továbbörökítésére megjelent az idei hungarikum pályázat. Az összegzés szerint mindkét célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri visszanemtérítendő támogatás jár, tájékoztatta az Agrárminisztérium sajtóirodája hétfőn az MTI-t.
A most megnyíló pályázat 220 millió forintos keretet határoz meg hazai és külhoni pályázóknak, nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el. A hagyománya divatban viselet másként elnevezésű területet harmadik alkalommal hirdeti meg az Agrárminisztérium, amelyre 10 millió forint áll rendelkezésre. Míg az első évben 13 pályázó részesült támogatásban ezen a területen, addig tavaly már 28 nyertes készíthette el kollekcióját. A cél az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet kultúrája, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása, ünnepeink és hétköznapjaink részévé váljanak. A támogatás összege 240 ezer és 500 ezer forint között lehet. Globalizálódónak mondott világunkban különösen nem árt nem elfelejteni, hogy anyanyelvünk nem csak nemzeti kultúránk elsajátításának kulcsa, hanem nemzetközi mércével is mérhető egyéni és közösségi teljesítményeink egyik alapvető tényezője, mondta Kövér László az országgyűlés elnöke hétfőn Budapesten abból az alkalomból, hogy a Rákóczi Szövetség és a Megyei Jogú Városok Szövetsége megállapodást írt alá. A két szervezet a külhoni magyar iskola választás és a Kárpát-medencei kapcsolatok erősítése érdekében kíván együttműködni a jövőben. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, jövőnk akkor lesz, ha Magyarországon, a Kárpát-medencében és bárhol a nagyvilágban a magyar édesanyák és édesapák vállalják a gyermekáldást, ha biztosítani akarják és tudják a megszületett gyermekek anyanyelven történő szakszerű oktatását, az óvodától a szakképzésen keresztül az egyetemekig. Mint minden nyelv, a magyar nyelv is egyedi észjáráson és gondolkodáson alapuló értékteremtő erővel bír. Egyéni alkotóerőnk és kreativitásunk legmélyebb gyökerei a közös anyanyelvünkben találhatóak, fogalmazott Kövér László. A feltételek javítása hozzájárulhat a kerékpározás terjedéséhez, hiszen többen váltanak két kerékre, ha a fejlett biciklis infrastruktúrát találnak a városokban, mondta az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn Budapesten, a Bringázza a munkába című kampány megnyitóján. Révész Máriusz megjegyezte, hogy a fogyasztás bővülésének köszönhetően 2013 óta csaknem 5 évvel több autó közlekedik, az üzemanyag fogyasztás pedig ennél is nagyobb mértékben nőtt. A kerékpározás azonban, mint mondta, enyhítheti az utak túlterheltségét, a biciklizők ráadásul kevesebb időt töltenek betegállományban, mint az autósok. A kormánybiztos ezért a közlekedés újragondolását sürgette, és az újabb ösztönző intézkedések mellett szemléletváltást támogató kampányokat is ígért. Utóbbi jelentőségét emelte ki a rendezvényen a Magyar Kerékpáros Klub elnöke is. Kürti Gábor a nyugati országok tapasztalataira hivatkozva kiemelte, hogy a szemléletváltást célzó ráfordítások sokkal jobban hasznosulnak, mint az infrastrukturális fejlesztések. Ezért a kerékpáros mozgalom Magyarországon is elsősorban a meggyőzésre és a példaadásra törekszik. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő tartott lakossági fórumot hétfőn Ácson az Európai Parlamenti Kampány keretében. Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház dísztermében Cunyiné dr. Bertalan Judit köszöntötte a megjelenteket. A térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy az Európai Unió és Magyarország jövője szempontjából nagyon fontos választás előtt állunk. Kovács Zoltán beszédében először is köszönetét fejezte ki, hogy már több mint 1,5 millióan támogatták Orbán Viktor 7 pontos migrációt megállító programját. Az előadó kiemelte, hogy a választás tétje nem alapvetően politikai, tehát nem arról szól, hogy a szocialisták vagy a jobboldaliak fognak nyerni és vezetni majd Európát. Május 26-án az dől el, hogy olyan politikusok lesznek-e az Európai Unió vezetői, akik a bevándorlást támogatják, vagy olyanok, akik a bevándorlást meg akarják állítani. Nekünk meggyőződésünk, hogy hazánk és a magyar választópolgárok érdeke, hogy Magyarország megállítsa a migrációt, emelte ki Kovács Zoltán. A múlt héten rendezték meg a hagyományos Szent Flórián napi ünnepséget a tatabányai vértes agórájában.
A rendezvényen részt vettek a rendvédelmi szervek és társszervek vezetői, polgármesterek, tűzoltóparancsnokságok, a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állománya. Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Kans Csaba, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal vezetője tartott ünnepi beszédet. A rendezvényen a Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai adtak ünnepi zenés műsort. A zenei műsort követően Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. Az eseményen elismeréseket és jutalmakat is átadtak a települési polgármesterek, valamint Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes igazgató a tűzoltóknak és a katasztrófavédelmi munkatársaknak. Csütörtökön borult lesz az ég, sokfelé várható tartós esőzés, a déli szél mérsékelt lesz, 12 és 17 fokra melegszik a levegő. Pénteken erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, záporeső, zivatar, megerősödik az északnyugati szél, 15 és 20 fokra számíthatunk. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható zápor, zivatar. A déli szél élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Vasárnap felhős, csapadékos időre van kilátás, viharossá fokozódik az északnyugati szél, 12 és 16 fok között tetőzik a hőmérséklet. A jövő hét elején többnyire erősen felhős, csapadékos idő várható, kora délután 11 és 16 fokot mérhetünk majd.